A felsőházi rájátszásban való részvétel már előrelépés a Bonyhádi Atomerőmű KSE NB1B-s felnőtt csapata számára a tavalyi évhez képest. A rájátszás első körében, a zöld csoportban, amikor is az alapszakasz győztes Ceglét KE volt a Bonyhád ellenfele, senki sem gondolhatott arra, hogy ebből a párharcból a völgységiek jönnek ki győztesen. Erre rámutatott már az első, még a Cegléden lejátszott mérkőzés, amelyen nem a legjobb összetételben pályára lépő Morgan csapat 111-66-os vereséggel jöhetett haza. Ekkora különbség nincs a két csapat között, akkor, ha egy komplett Bonyhád léphet pályára. Márpedig a visszavágó már ott volt a pályán, a paksi alapemberek közül Pajor Pup és a rutinos játékosok között pedig Tömösvári, Somogyfoki és Gébert is. Ez a csapat 20 pontos mínuszból már kísérletezgető ceglédiekkel szemben, ismerjük el, vissza tudott jönni a meccsbe, és kiegyenlített, szoros küzdelem után vesztett néhány ponttal. A Cegléd felfelé igyekszik, és ez abban is megmutatkozik, hogy elég komoly játékos keretet sikerült összehozniuk, szóval abszolút nem volt könnyű dolgunk, megpróbáltunk mindent, ennyi volt ebben a párharcban. Az 5.-6. helyben pedig bármi benne lehet nálunk is, illetve a Paksnál és a GKS-nél is fellépett a vírus érintettség, és ezért sokszor vagy ez miatt, vagy sérülés miatt, vagy igazából a Paks ott tartotta a fiataljait, mert egyáltalán nem volt, mert mondjuk covidoson karanténban ültek otthon. Ezáltal itt is az edzés munka nem volt megfelelő, mert sajnos volt helyenként, hogy 5-6-an tudtunk csak edzeni. Szóval az, amit évelején kitűztünk célnak, hogy legalább egy edzés legyen, amin kollektíven itt van mindenki, az helyenként sikerült csak, de ez, én azt gondolom, hogy a jövőben javítható helyzet, ezen kell dolgozni, és ha ez így fog történni, akkor szép álmokat dédelgethetünk, mert ez a keret is, ha megfelelő edzés munkát végezne, akkor bármire képes lehetne, akár az első négyben is. Darabos Péter örömmel szólt arról is, hogy az ASE Bonyhád-Szekszárd együttműködésből a szekszárdi gyermek kosárlabda klub remek munkájának köszönhetően már a bonyhádi klub is jelentősen profitál, nem csak az utánpótlás korosztályokban, hanem a felnőtt keretben is bemutatkozott nem is egy 17 éves, tehetséges képzett játékos. A példaértékű hármas együttműködés gyümölcsét a közeljövőben még inkább learadhatják a benne résztvevő klubok. A Bonyhádon palérozódó játékosok tagjai már az ASE felnőtt bővek keretének több mint epizód szerepekkel. A középen elhelyezkedő Bonyhád pedig ugródeszka és végállomás lehet a felülről, illetve alulról érkezőknek. Miközben saját utánpótlás nevelését is szélesítheti a völgységi kosaras klub, mint régióközpont. Több korosztályban szereplünk, összesen 6, az amiben ugye az NB1B-hez meg kell felelni, ezt mindegyiket ki tudjuk állítani, és az U16-os csapatunk az, akiben lehet látni fantáziát, akikből akár később nyilván az együttműködésnek köszönhetően, vagy a végcélnak megfelelve Paksra eljussanak, ugye ott játszanak, mert szintén ott az a korosztály, az U16-os, aki országos főtáblán van, és reménykedünk benne, hogy tudunk csatlakozni hozzájuk. Azt, hogy a későbbiekben hogyan fog ez körvonalazódni, mármint az infrastruktúrát hogy fogjuk tudni megteremteni ahhoz, hogy ASE néven mindenki különböző csapatokban játszon, ez még a jövő zenéje. Nyilván ez az első lépcsőfok volt az idei, hogy a felnőtt csapat, ugye atomerőműese KSE Bonyhád néven indult, és ez egyelőre úgy tűnik, hogy jól működik. Ez a közeli, illetve a távolabbi jövő, de térjünk vissza a jelenbe. Annál is inkább, mert a bonyhádi felnőtt csapat még szebbé teheti ezt a szezon. Amennyiben az 5.-8. helyekért zajló rájátszás folytatásában legyőzi vagy a Pápát, vagy a Hódmezővásárhelyi Kosársulit, adás zártakor még nem dőlt el, melyik csapat lesz az ellenfelük, úgy az 5. helyért játszhatnak majd. Ennek megszerzését egyértelműen nagy sikerként könyvelhetnék el a völgységi klubnál.